Ézsiás Antal mezőgazdászt arról kérdezte stábunk, hogy milyen típusú növény a tubarózsa, hol található a természetes élőhelye, és minek az alapanyaga. Mint megtudtuk, a tubarózsa egy nagyon igényes növény. A kezdeti időjárási viszontagságok után behozta lemaradását, és már a gyönyörűen virágzásnak indult. Ez a növény egy nagyon igényes növény, nekem a kedvencem, mert minden rossz, amit el lehet képzelni, ez megcsinál velem. Szomorú gyerekkora volt, száraz volt a tavasz, nehezen indult meg, és gyakorlatilag öntözéssel, meg az esőzésekkel együtt behozta a hátrányát. Tehát most megbízhatóan szép. A növény, amilyen nehezen indult, úgy az esőzések hatására gyakorlatilag életre kelt, némi tápanyag kiegészítésre, tehát nem egy igénytelen növény, tehát nem olyan, hogy elvetem, aztán, vagy elültetem, és aztán várom a termést, tehát komoly gondozást igényel. Gyakorlatilag a kiadós csapadék hatására, meg a tárnyak hatására most erőteljes állapotban van. Maga a növény Dél-Amerikából, a liliumfélék családjából származik. Európában az 1600-as évek környékén vált ismerté. Ez a növény dél-amerikai lilium fajnak valamilyen származéka, tehát meleg égővi, Dél-Amerika, Mexikónak egy növénye, ami 1600-as évek körül kezdődött Európában. A virág különlegessége az, hogy amellett, hogy kiválóan alkalmasan vágott virágnak, különféle parfümök alapanyagául is szolgál, mondta el a mezőgazdász. Elsősorban vágott virágként, exotikum virág, tehát mennyasszonyi csokorba, egyéb rendezvényeken, különösebben nem annyira elterjedt, de parfümnövény hivatalosan.